Zavartalanul folynak a tanácsadások a Moson-Magyaróvári védőnői rendelőben. Az ellátottakat nem érintette, hogy július 1-től az önkormányzatok helyett az állam feladata lett a védőnői ellátás biztosítása. Tavaly decemberben jelent meg a változásról szóló törvény, ami országszerte mintegy 4000 védőnőt érintett. Az ellátás biztonságáért e hónap elejétől az Országos Kórházi Főigazgatósága felelős. A dolog két irányú. Egyrészt ugye a vármegyei irányító kórház, aki a jövőben felel a feladat ellátásért, azért mégis egy szakmai szervezet, ahol a védőnők nyilván a társszakmákkal együttműködve egy komoly szakmai felügyelet alatt végzik tevékenységüket, ami nekik is egy biztonság. Másrészt lesz egy, itt is egy állandóság, ugyanis a törvény értelmében a védőnök által használt ingatlanokat, eszközöket továbbra is rendelkezésre kell bocsátani. Így a gondozottak az ellátásban változást nem érzékelhetnek. Árva István elmondta, nem lehet csökkenés az ellátás színvonalában, hiszen azzal, hogy szakmai szervezet áll innentől a védőnői ellátás mögött, akár még javulhat is a színvonal. Az elmúlt években ugyanis számos problémát kellett megoldani az önkormányzatnak az ellátásban. Szakemberhiány miatt ugyanis sok helyettesítés, átjárás volt a területi és az iskolai védőnők között. A remények szerint ezek a nehézségek is megoldódnak a jövőben a területi áthelyezésekkel. A szakmai szervezet azonban nem látja ennyire könnyűnek és megnyugtatónak a helyzetet. Szalainé Pintér Boglárka, a szakszervezet tagja televíziónknak elmondta, az átállás után is változóak voltak a tapasztalatok, országszerte szerte ágazó módon készültek el a szerződések. A megyéből is érkeztek a szakszervezethez megkeresések, amiknek nagy része a bérezést érintette. Még a vármegyei kórház sem egységes bért állapít meg a védőnőknek, sőt, egy tanácsadóban is különböző bérelemek és helyettesítési díjak kerültek megállapításra, ami nyilvánvalóan bérfeszültséget okoz a védőnők között. Tehát ami eddig legalább rendben volt, hogy az egy településen vagy az egy tanácsadóban dolgozók bérét ugyanúgy állapította meg az önkormányzat, most úgy tűnik, hogy az is teljesen összekusztálódik. Pintér Boglárka hozzátette, a védőnők bére törvényben szabályozott, a szakmai szervezettel a hátunk mögött pedig abban reménykedtek, hogy akár a korábban az önkormányzatok által helytelenül megállapított béreket is rendezik majd. Az ellátásban azonban változás nem állhat be, így a fenntartásra ugyanúgy az a NEAK támogatás fog szolgálni, mint eddig. Moson-Magyaróváron pedig továbbra is az önkormányzat Szent István Király úti épületében működik a védőnői szolgálat.